állatok összegyűltek, egy tisztásra települtek. Éjjel-nappal tanakodtak. Verssel és zenével is köszöntötték a Gutenberg könyvesüzletben összegyűltek kedvenc folyóirataik munkatársait. A 67 éves Napsugár és a 44 éves Szivárvány ifjúsági folyóiratok célját így határozzák meg szerkesztőik. Olvasóvá nevelni gyermekeinket egyszerre jelenti azt, hogy megtartjuk őket közösségünkben, és ablakot nyitunk nekik a nagyvilágra, hogy felébresztjük bennük a saját életük és közösségük élete iránti felelősségérzetet. A pedagógusok segítségével történő terjesztésnek köszönhetően a lapok Csíkszeredába is eljutnak, a gyermekek ismerik, olvassák a Napsugárt és a Szivárványt. Én nem szoktam a Szivárványt olvasni, de a Napsugárt igen, és testvérem szokta a Szivárványt, és szerintem nagyon jó. Van-e olyan, hogy egy illusztráción megakad a szemed, vagy hogy úgy megjegyzed, és azért olvasol el valamit, mert jó a kép mellette? Igen, sokszor, legtöbbször. És megcsinálom a keresztrejtvényeket, meg az ilyen feladatokat is. Szerintem nagyon jó, én nekem nagyon tetszenek benne a mesék. Milyen rendszerességgel szoktad olvasni, illetve hogy ki veszi meg neked? Hát anyukám veszi meg, és a tanci szokásosan szokott házi olvasmányt hagyni belőle. Volt-e már olyan, hogy megláttál benne egy illusztrációt, egy képet, és amiatt olvastad el, hogy vajon miről is szól az a történet, mert tetszett a kép? Igen. A digitális világ nagy kihívások elé állította a ma már közösségi médiában is jelenlevő lapokat is. Sokkal rövidebb, dinamikusabb szövegekkel és lényegesen több képpel, illusztrációval próbálják lapozgatásra bírni olvasóikat, akik ma már egészen más környezetben nőnek fel, mint szüleik vagy nagyszüleik. Sokkal nehezebb megragadni a figyelmüket, eleve csapong a figyelmük, nincs hosszú távon kitartó, gyakorlott, fegyelmezett hozzáállásuk ezen a téren. Tehát, hogy azonban, amit veszítenek itt, gondolom, hogy behozzák más területeken, sokkal könnyebben figyelnek egyszerre több dologra, illetve bámulatos készségeik alakulnak ki a digitális eszközök területén, tehát valahogyan ma már a csecsemő tud mit kezdeni egy okostelefonnal, miközben esetleg a nagyszülő csak szájtátva áll és nézi, hogy hogyan lehet azt az eszközt szóra bírni. Ezért is értékelődött fel az utóbbi években a képek, illusztrációk szerepe, vallják a lapkészítői, akik állítják, hogy bár a technika változik, és lassan a digitális eszközök átveszik az ecset, a festék szerepét, a kép, az illusztráció szerepe megmarad. Ez egy ilyen kettős feladat, megszólal a kislány, aki álmodik, és aki bele tudja képzelni magát a történetben, és ugyanakkor ott van a felnőtt is, aki tudatosan arra figyel, hogy a gyerekeknek üzen, vagy a gyerekeket irányítja az illusztráció, vagy neveli az illusztráció által, ha másra nem jó ízlésre. A Kolozsvárról indult vándorkiállítás, a Koloratúra, a két lap 2000-2023 közötti illusztrációinak egy részét tárja a közönség elé. A gyermekek is a felnőttekben még elevenen élő gyermekek elé. Csíkszeredában, a Gutenberg könyvesboltban január 30-áig tekinthetők meg az alkotások.